Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes videót állítottam össze, egy negatív videót, azaz eddig arról beszéltem, hogy egy rendszer vagy akármilyen program miért jó. Most arról fogok beszélni, hogy kinek nem való a csempézős ablakkezelő, és mikor ne használd. Miért? Ezt azért állítottam össze, azért lett ez téma nálam, mert amikor felkerül egy videó, vagy egy cikk, vagy egy fórumon, egy közösségbe, valaki elmondja a véleményét egy adott témáról, és azt dicséri, akkor a közösségbe sokan elkezdik követni csak azért, mert valaki azt jónak tartja. Tehát nem igazán jó dolog az, hogy átgondolatlanul nekiállunk váltani. Azért, mert tapasztalati tény, hogy sok ember rosszul pozícionálja be azt a tudásszintet, vagy azt a szükségleti szintet, ami neki van. Azaz lehet, hogy ő igazából szeretne egy ilyen rendszert használni, mert megtetszett neki, de a tudása nincs meg neki. Meg lehet szerezni a tudást természetesen, de ha jelen pillanatban nincs rá igényed, és nincs rá tudásszinted, akkor ne használd a csempézős ablakkezelőket, mert itt jellemzően azért elvárt a magasabb tudásszint, amíg egy grafikus felületű akármilyen, hát mondjuk legyen példa a Linux mint, akkor azoknak a beállítása hát bizony egy kicsit kényelmesebb, hiszen van grafikus felület, rengeteg leírás és nagy felhasználói bázis, azaz tudsz valakire vagy valamire támaszkodni. A másik gondolat az, hogy a legtöbb embernek igazából nincs szükséglete arra, hogy a csempézős ablakkezelőt használjon, hiszen teljes mértékben megfelel neki az, amit használ. Legyen megint itt a példa a Linux mint, bizony, az nagyon kényelmes kezdőnek, nagyon megfelel, középhaladónak nagyon megfelel, egy haladó Linuxosnak meg természetesen kiváló, hiszen azért marad meg mondjuk sok ember a Linux minten, mert egy teljes komplex rendszert kap jó háttértámogatással, jó fejlesztési koncepciókkal, és igazából nincs arra szüksége, hogy ő ezt a csempézős ablakkezelőt kipróbálja, mert neki teljes mértékben megfelelő az, ami jelen pillanatban a gépében van. Azért gondold át, tudás és szükséglet, ez a kettő a tied. Mindig az legyen a szemed előtt, hogy neked mekkora a tudásod, és neked mekkora az igényed, a keresleted arra a termékre. Jelen pillanatban a csempézős ablakkezelőre nem mindenkinek kötelező csempézős ablakkezelőt használni. Ami nagyon fontos, hogy akkor eszedben ne jusson egy csempézős ablakkezelőt használni, ha nem látod át az értelmét. A koncepcióját, hogy az ablakok úgy jelennek meg, ahogy megjelennek, azt csinálják az ablak megjelenítések, amit videókban látsz, azaz itt egy kicsit más a rendszer, kicsit más az alapkoncepció, és hogyha ennek az értelmét, jóságát nem látod át, és nem érzed, hogy erre neked most igazából szükséged van, és hát ez sokkal jobb, mint az idáig használt akármelyik, legyen mondjuk a Linux mint, az bizony akkor természetesen nem feltétlenül kellene nekiugorni egy másiknak. Azaz, ha nem látod át, hogy ez az osztott ablakos megoldásokat, csempézéses rendszerek miért jók, miért kényelmesek, és miért szeretik nagyon sokan, akkor ne használd, hiszen kényelmetlen lesz. Ez nagyon más, ismétlem nagyon-nagyon más, nem annyira természetesen hamar át lehet állni, ha átlátod a koncepciót és megszereted, de nagyon más, mint az eddig megszokott. Nincs nagy értelme olyannal kínlódni, aminek az alapkoncepciója antipatikus, azaz ellenérzést kelt benned. Megnézed a videót és arra gondolsz, hogy hű, ez nagyon frankó, hát így én nagyon kényelmesen tudok dolgozni, akkor érdemes kipróbálni. De hogyha csak arra gondolsz, hogy na hát mi a francért így osztogatják a képernyőt, 2, 3, 4 fele, és hát ennek mi értelme van, mennyivel jobb ez, mint amit most használok, de baromság, ez ilyet, ilyet én nem akarok használni. Ha ilyen érzésed van, eszedbe ne jusson, csak azért, mert mást használ, átváltani egy ablakkezelőre, ami egy kicsit egyszerűbb. És az, ami igazából többször észrevettem embereken, hogy azért váltanak valamit, akár disztribúciót, akár koncepciót, akár ablakkezelőt, mert az menő. Sokan úgy gondolják, hogy linuxozni menő. Sokan úgy gondolják, hogy terminálozni menő. Sokan úgy gondolják, vagy legalábbis azt sejtik, hogy egy csempézős ablakkezelő az olyan professzionális és olyan menő.
Nem, ez természetesen nem menő, csak egy eszköz. Ha csak azért váltasz akármit, akár disztribúciót is, mert az szerinted menő, mert az Arch használata az menőbb, mint a Debian alapú, vagy hát a Linux, mint meg a Fedora, hát ez csak a gyerekeknek való, és sokkal menőbb Arch-ot telepítgetni, akkor ne váltsál. Ez a legrosszabb elgondolás a váltása, hogy azért, mert te menőbb leszel, jobb fej leszel, és a másik azt gondolja, hogy te Arch-ot használsz, vagy Debian-t használsz, vagy akármit, azzal te jobb Linuxozós, vagy jobb számítógépes leszel, hiszen mindenki csodálni fog azért, mert te Arch-ot vagy csempézős ablakkezelőt használsz, és akkor biztosan elhiszik, hogy te olyan jó fej vagy, nem. Ezzel villogni nem lehet, nem is érdemes, mert teljesen fölösleges, hiszen aki ért hozzá, tehát egy kicsit Linuxozik, és azért el is fogadja a Linuxnak az alapelveit, tudja, hogy azt használják az emberek, ami nekik kell, itt teljes demokrácia van, hogyha nekem tetszik a Linux, mint ami az elmúlt időszakban, tehát régebbi időszakban nagyon tetszett, sokat használtam, megkedveltem, az pontosan ugyanolyan minőségű rendszer, mint akár egy Arch alapú rendszer, mint a jelen pillanatban használt magyar Archom és egy csempézős ablakkezelő ugyanaz. Ezt el kell fogadni, teljesen demokrácia van, teljesen liberalizmus van, a jó értelembe vett liberalizmus, mindenki azt használ, amit akar, egyik sem jobb, másik sem rosszabb, hiába mondogatják, hiába nézegetik le például azt, aki Fedorát használ, vagy akár melyik, hát kevésbé kedvelt haladóknak, kevésbé kedvelt rendszer, ugyanolyan jó, ugyanolyan hasznos, és azt használj, ami neked kell, ne avval törődj, hogy másik mit gondol a te rendszeredről. És ami nagyon fontos, ha nem érted, nem érzed át a koncepciót, az bizony nem jó. Nem fogod tudni, hogy hol fog megjelenni az ablak. Nem tudod rendeltetésszerűen használni ezt a rendszert. Ennek a rendszernek, a csempézős ablakkezelőnek az az egyik nagy előnye, hogy teljes mértékben testre szabható, és van egy működési elgondolása, például az, hogyha megnyitsz egy terminált a képernyődön, akkor az egész ablakot elhasználja, majd abban a pillanatban, amikor még egyet megnyitsz, lefelezi. És a következő, ez is egy koncepció, az, ahol aktívan volt a kurzorod, vagy az aktív ablakod volt, a következő megnyitásnál azt felezi le, tehát le tudod követni pontosan előre, mi, hol és hogyan fog megtörténni. A többi felületen nincs ilyen megoldások, illetve hasonlókat lehet összehozni rá, de igazából itt más az elgondolás, és főleg az az elgondolás, hogy az ablakoknak van egy struktúrája. Amíg Linux mint alatt megnyitsz két ablakot, egymás után semmi köze egymáshoz. Két ablak, kész, ott megnyílott, ahova beállítottad, vagy megnyílott ott, ahova tetted, aztán kész. Itt nem. Van legtöbb ablakkezelőnél egy olyan, hogy a szülő ablak, van egy fa struktúra, ami így, ahogy előbb elmondtam, osztódnak az ablakok, megjelennek az ablakok, ilyen konténerszerűen különböző megnevezése van ezeknek a dolgoknak. Nehezen vitatkozunk, tehát vannak ilyen ablakcsoportosulások, amik összekötik egymással az ablakokat, és amíg ezt el nem fogadod, át nem érzed ezeknek a lényegét, odáig igazából csak killonni fogsz ebben a rendszerrel, hiszen nem látod át, hogy a következő ablak hol fog megjelenni, hogyha nem érzed át annak a jóságát, hogy vannak ablakok, vannak rétegek, lájotok, illetve vannak természetesen lebegő ablakok, meg van egyéb megoldások is, amik ezeknek az alap értelmezett koncepcióját, elgondolását, hogy ez miért jó, nem teszed magadévá, csak killonni fogsz. Tehát, hogyha ezt hülyeségnek tartod, amit előbb elmondtam, vagy videókban látni, hogy így, meg úgy, meg amúgy jelennek meg az ablakok, akkor ne használd, mert csak killonni fogsz vele, mert nem lesz meg az a jó érzés, amiért mondjuk a csempézős ablakkezelőket használók szeretik ezt a rendszert. Itt erősen eltérő elvek szerint jelennek meg az ablakok, és nincs olyan, hogy csempézős ablakkezelő elv, hanem van olyan, hogy A csempézős ablakkezelőbe így, B-be úgy fognak megjelenni az ablakok, ezt az elgondolási sort fogják követni. Vannak dinamikus ablakkezelésesek, van amelyik manuális ablakkezeléses, hát bizony itt azért előfordul az, hogy hát bizony az embereknek a elgondolása
és a kapott tény, hogy az ablak megjelenik, nem fog egyezni. Meg kell keresni azt, ami neked megfelel. És, ami az egészben a legviccesebb, vagy a legkényelmesebb, legjobb, legrosszabb, attól függ, hogy milyen szinten vagy az ablakkezelővel, bizony van olyan eset, például az X-Monadban, hogy legalább 10-15-20 akármennyi ablakkezelési módszert lehet beletenni egy-egy bővítéssel. Vannak azok a kis fülecskések, amit megmutattam, vannak olyanok, amelyik a hagyományost követik, meg még van egy csomó egyéb elrendezési elv, ami szerint az ablakokat ki fogja neked dobálni, illetve be fogja neked rendezni. Hogyha ezt nem tudod elfogadni, illetve inkább úgy mondom, nem tetszik ez a módszer neked, nem erre kéne áttérni. Ha megfelel neked az, amit mondjuk megint a példa a Linux mint be van, akkor használd jó szívvel, élvezette azt a felületet, és ne killódj olyannal, aminek a koncepcióját nem látod át. És mindig azt mondom, hogy nézd meg előtte egy-két videót, és olvass el egy-két leírás arról, hogy ez a rendszer hogyan működik, mint hogy beleugorjál fejest egy olyan dologba, ami nem neked való, vagy igazából nem is tetszik neked. És azoknak nem való a tealing, a csömpézős ablakkezelési rendszer, akiknek komplett asztali környezet kell. Megint összeszeretném hasonlítani a Linux mintet, amit mindenki ismer. Bedugod a pendrive-ot, beteszed a DVD-t, elindítod a telepítést, van 10-15-20 kérdés, amire választhatsz, és utána kapsz egy komplett rendszert. Tehát készre összerakott, nagyon jól összerakott rendszert fogsz kapni. De a csempézős ablakkezelőknél, még a jól beállítottnál is, még a jól beállított, előre beállított magyarácsnál is előfordul, és 101% hogy így lesz, hogy felrakod, feltelepíted mondjuk a magyarácsot, és utána a többi programot kézzel, egyesével vagy skriptesítve neked kell felrakosgatni és beállítani a rendszeredet. Tehát, hogyha egy komplett rendszert akarsz, és azonnal, és nem érzed át annak a lehetőségét, annak a nagyszerűségét, vagy a hátrányát, hogy te egyesével manuálisan rakosgatod fel a programokat, és neked kell összefaragni, összelegozni azt a rendszert, amit te használni szeretnél, akkor nem neked való. Egyáltalán nem neked való, hogyha ennek a folyamatát, hogy úgy mondjam, nem élvezed. Ha neked nem tetszik az az elgondolás, hogy magadnak kell összerakosgatni a rendszert, nem való a csempézős ablakkezelő. Ha kész asztali környezet kell, akkor használj mást. Én nem ajánlgatok semmit. Elmondtam például a Linux mintet, Fedorát, akármit, ami nagyon jó, Ubuntu nagyon jó, meg egy csomó egyéb is nagyon jó, de akinek ilyen kell, annak nem kell a csempézős ablakkezelő. Ami nagyon fontos és át kell látni, a csempézős ablakkezelő egy ortodox megoldás. Azaz Linuxnál, meg az Unix rendszereknél is az az elv, vagy legalábbis 10-20-30 évvel ezelőtt az volt az elv, hogy bizony egy program egy feladatot lásson el, de az nagyon jól. Azért nevezik őket ablakkezelőnek, mert ők az ablak kezelésért felelnek, nem tesznek mást. A legtöbbe, nem mindegyikbe, de a legtöbbe bizony még egy bár sincs, még egy kis csík sincs, ahova el tudsz helyezni valamit, hanem esetleg neked kell még azt is pluszba beállítani. Nincs jobb klikkes menü a legtöbbe, lehet beletenni természetesen, nincs egérkezelés olyan szinten, ahogy megszoktad, mert az nem az ablakkezelő feladata. Az ablakkezelő feladata az ablakok kezelése, és ehhez a legtöbb csempézős ablakkezelő ténylegesen ragaszkodik. Akkor sem való neked a csempézős ablakkezelő, ha nincs időd tanulni. A tanulás idő. Nagyon szórakoztató és nagyon hasznos dolog, de a tanuláshoz rengeteg idő kell. Nagyon más. Ezt fogadjuk el, hogy ez nagyon más. Az, hogy akár az én videómat, akár a magyarácsos videókat, vagy akár természetesen külföldi videókat megnézel, és azt látod, hogy milyen gyorsan lehet ezzel dolgozni, az bizony egy hosszú tanulási folyamatnak az eredménye, hosszú. Higgyétek el nekem, én végigjártam az összes ablakkezelőt,
jó pár ablak ezelőtt, végigjártam az asztali környezeteket, KDE, Cinnamon, Mintet is használtam, Ubuntu-nak a rendszerét is használtam, tehát egész jó rálátásom van arra, hogy mi hogyan, hát hogy is mondjam, működik, vagy legalábbis működtetni tudom. Gyorsan tudok váltani 4 vagy 5 éve OpenBox-ot, XFCE-t használok, ami egy viszonylag egyszerűbb rendszer, és utána a ablakkezelőkre való váltás valóban sok tanulással járt, sok jegyzeteléssel, sok próbálkozással, és higgyétek el, hogy nekem egy időben itt volt egy A4-esre kinyomtatva azok az információk, billentyűparancsok, amire szükségem volt, mert meg kell szokni, nagyon más. Itt természetesen kevesebb szerepet kap az egér, hiszen ez a cél, hogy minél többet a billentyűzetről tudjál irányítani, és természetesen, hát az nagyon idegen lesz neked, hiszen egy KDE, Cinnamon, Mint, akármi alatt természetesen az egeret aktívan használod, itt ahogy az előbb mondtam, egy jobb klikkes menüt se fogsz kapni a legtöbb rendszerbe, alaprendszerbe, még bent sincs ilyen, hogy start menü. Hát akkor utána hogyan tovább? Elért tesznek egy rendszert, megmondják azt, hogy a Windows billentyű meg az Enter lenyomásával te bizony kapsz egy darab terminált, és utána hogyan? Ezen kell elgondolkodni, hogy nem egyszerű erre átállni, és idő a tanulás. Egy egyszerűbb rendszerbe, alaptelepítésű rendszerbe 8, 10, 15, 20 olyan billentyű kombinációt leír a fejlesztő, ami alapból bent van a ablakkezelőbe, hogyan nyitsz terminált, hogyan nyitsz egy programot, hogyan tudod te a 2-3-4 megnyitott ablak között váltani a kurzort, tehát ide-oda lépkedni, hogyan tudod becsukni az ablakokat, és hogyan tovább. Ennyit fogsz kapni. A magyarácsnak az az előnye, hogy legalább annyi előnyt tudtak összehozni, és annyi kényelmi funkciót beleraktak, hogy az összes ablakkezelő, amiket ők bekonfigurálnak, nagyjából 99,9%-ba véleményem szerint bizony egyforma billentyű kiosztással, billentyű kötésekkel fog működni, azaz a váltások nem lesznek nehézkesek, de ott is van egy 15-20-30 billentyű kötés, amit érdemes megtanulni. Hiába kapsz, nagyon jó dolog, de hiába kapsz egy 3 oldalas leírást, azt meg kell tanulni, plusz azon kívül rengeteg egyéb információt, azaz nem egyszerű a váltás, tanulni kell. Már maga az alapkoncepció is más. Tehát erre figyeljünk, nem csak avval lesz problémája egy kezdőnek, akinek nincs ideje, hogy megtanulja az egész rendszert, hogy a billentyűről kell irányítani a dolgokat, azzal is problémája lesz, hogy átlássa ennek a logikáját. Azaz, idő kell tanulni, gyakorolni, amíg izom memóriává nem válik, hogy be akar zárni egy ablakot, akkor nem az egeret kapod meg, és keresed az ablaknak a felső részén azt a kis X-ecskét, hanem megnyomod az erre rendelt billentyű parancsot, jellemzően a Windows plusz Q billentyűt, vagy egyebet, ami be van állítva. Azaz erre mindenképp nagyon-nagyon figyeljetek, hogy időigényes, nagyon sok időt el tud venni az életedből, és ha erre nincs időd, akkor halaszd későbbre ennek megtanulását. Hát természetesen ezt igazából csak azért tettem bele, mert beleillik tenni, ha nem tetszik. Igen, ha ez a rendszer kinézete nem tetszik, akkor ne használd. Ez nagyon egyszerű kinézetű puritán rendszer. Itt gyakorlatilag a legtöbb megoldásnál annyi a dekorációnak a lehetősége, hogy az ablak keretnek a szélességét és a színét megváltoztatod. Itt nincs olyan témázási lehetőség, mint a megszokott rendszerekben, nincs annyi szépészeti lehetőség, mint a megszokott rendszerekben. Természetesen ezekből is össze lehet rakni egy nagyon jól és szépen kinéző dolgot. A Redditen van egy ilyen Alreddit, ahol bemutogatják egymásnak a dolgaikat, de valljuk be, valóban ablakkeret, színe, kinézete. Persze hozzá tudsz tenni kompozitort, például a Picomot, amivel még árnyékot is tudsz hozzátenni egy ablakhoz. Na hát ennyi a lehetőség. Vagy átlátszóságot tudsz használni, azaz azért szükebb a lehetőség, és akinek az kell, hogy itt is csillogjon, ott is villogjon, ikonokat össze-vissza tudjon rakosgatni és ide-oda állítgatni,
valljuk be, annak nem való ez. Tehát, hogyha nem tetszik, tehát kinézett ügyileg, nem tetszik ez a rendszer, még akkor sem érdemes átváltani rá, hogyha átlátod ennek a jóságát, ennek a koncepcióját, mert utána arra megy el az életed, hogy megpróbálsz a polibárba, vagy akármelyik bárba egy kis életet lehelni, hogy szebb legyen, színesebb legyen, mert hát az a puritán kinézet nem igazán tetszik. Oké, tehát erre is kell gondolni, hogy a kinézet is fontos, hiszen ezzel dolgozunk egész nap. Ami nagyon fontos, és ez már a technikai dolog, mert kinézet jó, nem tetszik, de dolgozni tudsz vele, mert gyorsítja a gépedet, meg kisebb gépeken azért jól el tud futni a ablakkezelő, az egyszerűbb ablakkezelő, vannak ilyen kényszerhelyzetek is, oké, jó. És azon is el kell gondolkodni, hogy ezeknek a beállítása nem grafikus. Itt grafikus beállítási programot nem fogsz találni, a Cinnamonba, a XFCE-be, a Linux Mintbe, vagy Fedorába, vagy az MX Linuxba kapsz valamilyen beállító panel, beállító lehetőséget, most mondtam disztribúciót is, és asztali felületet is, teljesen mindegy, tehát egy komplettebb rendszerbe kapsz valami grafikát, amivel hát ilyen kis x-elésekkel, pipálásokkal, csúszkahúzogatásokkal logikusan be tudod állítani a rendszeredet. Nagyon jók ezek, de itt nincsenek. Itt mindent, még az ablak keret színét is manuálisan egy konfigurációs fájlon keresztül fogod beállítani, és ez nem mindenkinek való, ha ezt nem szereted. Szereted, ezt hozzáteszem, tehát érthetsz hozzá, de ha nem kedveled ezt a módszert, akkor bizony csak killolni fogsz. Ha nem élvezed valami szinten a konfigurálás ilyen módját, akkor keserves lesz minden, hiszen konfigurálni úgy szoktuk a rendszereket, hogy megnyitjuk az erre rendelt panelokat, és utána ott állogatunk valamit, és kell egy lelkesedés, egy kellemes érzés az iránt, hogy te a konfigurációs fájlokat szerkeszed, és így éred el az eredményt, mert hogyha ez a kellemes érzés nincs, hát akkor csak killódás lesz, és a linuxozás nem arról szól, hogy úgy ülj le ide, mint akinek az orrát verik, és rá vagy kényszerítve, hogy ezt használd, hanem a szabad döntésünk, hogy Linuxot használunk. És ez a legjobb talán a Linuxba, hogy szabad döntés, hogy mit használsz, és miképp használod. Ha nem érted, és nem látod át a konfigurációs fájl szerkezetét, akkor ne használd ezt. Vannak egyszerűbb szerkezetű konfigurációs fájlok, például az i3 VMA, jó, nem azt mondom, hogy pofon egyszerű meg egyéb, de azért nem egy Xmonadnak a beállítása, amit Haskell nyelven kell megtenni. Azért erre figyelj, jó? És választáskor gondolkodj el azon, hogy te melyiket választod. Ne csak a kinézetet néz, hanem a konfigurálás egyszerűségét vagy összetettségét is. Mindenkinek azt javaslom, aki nem programozói vérrel született, vagy nincs ebben nagy gyakorlata, inkább az egyszerűbben konfigurálható, mondjuk az i3 VM, de ez csak egy tipp, tehát nem kötelező azt használni. Egyebek is vannak nagyon jól, és egyszerűen konfigurálhatóak, de maradjunk annyiba. Nézd meg azt a konfigurációs fájlt, és ha sikító frászt kapsz tőle, hogy össze-vissza mindenféle krikszkrakszok vannak, mert első ránézésre egy-kettőnél úgy néz ki a konfigurációs fájl, hogy tele van krikszkrakszal, meg hát zárójelekkel, vesszőkkel, meg egyebekkel, és hogyha ez nagyon nem jön be neked, akkor másikat kellene választani. Bonyolult, összetett a rendszer, és erre figyelj, nem csak az az előnye, hogy sok mindent magad állítasz, hanem a hátránya is, hogy sok mindent magadnak kell beállítani. Ha nincs sok időd, vagy gyakorlatod, akkor kerüld olyanokat, ez az én magán véleményem, amelyeket újra kell fordítani. Azaz, az Xmonad olyan, hogy beállítod a konfigurációs fájlt, és utána újra fordítod a rendszert. Ez két gombnyomás, vagy egy gombnyomás, tehát gyorsan meg lehet ezt a két parancsot tenni, tehát nem egy bonyolult dolog. Amit újra kell fordítani, az jellemzően valamilyen programnyelvhez kötött konfigurációs fájl, és ezek elég kényesek tudnak lenni. Nekem valóban az volt az Xmonadnál az első tapasztalatom, hogy ezt konfigurálhatatlan, mert elütöttem egy veszőt, vagy egy-két résszel, üres helyjel, odébb tettem valamit, és már fordításnál sipákolt, hogy ez neki ott igazából nem jó, kimaradt egy zárójel, a több tucat zárójel közül, és utána kaptam egy kilométer hosszú hibajelzést, tehát erre nagyon figyeljünk, hogy ami ilyen, az kényes, és annak a konfigurálása
nagyobb figyelmet és igazából nagyobb gyakorlatot kíván. És ami nagyon fontos, ha nem értesz hozzá és nem is érdekel a Linux alapjai. A Linux alapjai. A legtöbb asztali felület ezeket az alapokat eldugja előled. Eldugja előled, és kapsz egy grafikus beállításos dolgot, amivel te ott be tudsz állogatni nagyon-nagyon szépen, minden kényelmes, jó, praktikus, és ennél jobb dolgot azt hiszem nem találtak ki azóta, amióta a Linuxot kitalálták, hogy a kezdőknek elé tesznek egy grafikus, szép, átlátható, egyértelmű és sok esetben magyarra lefordított beállítási lehetőséget. De ennek az a hátránya, hogy elrejtik az alapokat, és nem látják azt, hogy te azzal a csuszkával milyen konfigurációs fájlt változtatsz meg. Ha a Linux felépítését nem látod át, akkor problémáid lehetnek. Itt minden mindennel összefügg. Azaz nem elég mondjuk az X-monádban azt tudnod, hogy az X-monádnak a konfigurációs állományában mit, hova és hogyan kell beírni, hiszen egyéb olyan állományokhoz is hozzá kell majd nyúlnod, amik hát bizony mondjuk az indítást szabályozzák, az indító programokat szabályozzák, vagy esetleg a billentyű kombinációkat máshol adod meg, vagy esetleg hát bizony vannak olyan programok, amiket esetleg meghív a bárod, ami kell, és annak a beállítását is neked kell megtenni. Hagyományos példám, mert ebbe belefutott kollega, megkapta szépen a bárt, és nem működött neki valami. Természetesen a bár működött, a ablakkezelő működött, de a rajta lévő blokk az nem működött, mert ő neki másfajta processzora volt, és ezt, ha nem tudod kezelni, hogy hát bizony egy processzor hőfokot kíró scriptet, mert az egy script volt, ami a bárhoz hozzá volt kötve, ott jelent meg a kijelzés, hogyha ezt a scriptet nem tudod olvasni, nem tudod hol kell keresni, ott van a beállító fájlba az elérési út, de nem tudod mi az, hogy elérési út, akkor bizony problémáid lehetnek, problémát jelenthet például, amiben belefutottam én, az X-Monad szerver módjának a beállításánál, bizony az X-Monadnak a könyvtára nem volt benne a padba, az elérési útvonalba, és nem úgy működött kollégának a dolog, leírást követte, csak éppen nem működött, hogy bizony nem volt bent a padba. Ha az első körbe nem indul el egy program, egy script vagy akármi a parancsorból, és nem arra gondolsz, hogy ez bizony előfordulhat az, hogy nincs az elérési útba, akkor még nem biztos, hogy neked való az csempézős ablakkezelő rendszer, mert ez bizony ismerni kell, és csak killódás lesz, hogy ilyen pitiáner, egyszerű, evidens dolog miatt fél napot áll a konfigurálás, mert nem tudod, hogy mit, hol kell keresni. És ami nagyon fontos, akkor se állj neki egy ablakkezelőt konfigurálni, ha nem szeretsz leírásokat olvasgatni, és nem is érted meg őket. Én azt tapasztaltam Redditen, itt-ott, amott nézegettem a beírásokat, hogy sok ember még az i3 VM-nek a pofon egyszerű, kézen fogva vezetős leírását sem tudja egyszer, kétszer, háromszor, négyszer elolvasni és értelmezni. Azaz figyelj arra, hogy itt valóban egy kis angol nyelvű leírásokat olvasni kell, és azokat értelmezni kell, hiszen a leírás, hát bizony, legyen példa megint az i3 VM, egyszerű, átlátható, lineális, azaz elejétől végéig leír mindent. A Haskell nyelven történő konfigurálása az X-Monadnak már inkább programozóknak készült, és az ottani leírást már értelmezni kell, hogy bizony itt nem arra gondolnak, hogy egy kezdőnek szó szerint lépésenként leírják, hanem csak rámutatnak, hogy ezt abba a blokkba kell beleírni, és azt a blokkot, azt a részt, azt a konfigurációs kötéseket bizony neked kell összeszerkeszteni a sajátoddal, és ez azért kell egy kis beleérző gondolat, egy kis tudás és egy kis gyakorlat. És természetesen ez rengeteg internetes kutatás kell, hogyha te arra készülsz fel, hogy felteszel egy akármilyen ablakkezelőt, és majd valaki neked kézenfogva fórumon itt-ott végig fogja vezetni a gondolataidat, a kezedet a szerkesztésbe, akkor neked nem való a ablakkezelő rendszer, mert bizony rengeteget kell olvasni,
öntevékenyen kell olvasni, majd az utolsó dián egy beírást szeretnék megmutatni, igaz angol, de le tudom fordítani nektek, és ezt a beírást tartsátok mindig szem előtt, ha át akartok váltani. Nulla ismerettel is neki lehet állni, természetesen. Nem azt mondtam, hogy nem lehet megtanulni, azt mondtam, hogy bizony ahhoz iszonyat mennyiségű tanulás, és rengeteg idő kell. Rengeteg idő és tanulás kell, hogyha nulláról akarod felépíteni, és ezért kell jól felmérni a lehetőségeidet, mert ha nincs időd, de tanulni szeretnél, akkor nem jutsz előbbre. De van időd, de tanulni nem szeretnél, akkor se fogsz előbbre jutni, csak kínlódni fogsz. Elmegy az egésztől a kedved, leradilózod a gépedről azt az ablakkezelőt, és utána osztod az észt fórumokon, hogy bizony mennyire vacak és használhatatlan az egész, mert nálad nem működik. Másik ezernél. Igen, nálad nem, kibe van a hiba, mindig el lehet dönteni. Idő. Azaz, hiába szeretnél te valamit foglalkozni ezzel, de ha nincs időd, ne tedd. Nem csak azzal gondolkodj, hogy megtanulod a használatát, erre nagyon alkalmasak a magyar ács előre konfigurált rendszerei, megtanulod az alapkoncepciót, oké, ez mondjuk egy nap. Szerintem egy normális ember egy nap alatt összetudja írni saját magának billentyűkötéseket, gyorsan mindent kipróbál, aztán rájön, hogy ez így működik és tetszik neki. Oké, de ez egy korlátot ad neked. Ha nincs időd saját képedre szabni, akkor elveszik az alapkoncepció, azaz a testre szabhatóság lehetősége. Ezt babrálni kell, állogatni. Hiába van jól beállítva valami, azt testre kell szabni. Sok esetben több nap, higgyétek el nekem, több hét az igazi beállítás elérése. Miért? Mert még a nagyon egyszerű és sok lehetőséget tartalmazó E3-on is lehet faragni, állítani, és mindent ki kell próbálni, hogy olyan legyen, ahogy neked tetszik. Én az X-Monádot egy hónapja, másfél hónapja használom, de folyamatosan napi szinten rááldozok időt, hogy minden lehetőségét kipróbáljam, alap lehetőségeknél tartok, és még korlátlan lehetőség áll előttem. Rengeteg idő lesz, amíg mindent megtanulok. És hogy rámutassak arra, hogy mennyire összetett is tud lenni egy beállítás, előfordulhat az, hogy a megszokott felugráló ablakok, tudjátok, amikor egy szövegszerkesztőbe leszeretnél menteni valamit, akkor előugrik egy ablak, hogy menteni akarod, mégse akarod menteni, vagy mentés nélkül akarod bezárni, akkor természetesen ezeket az ablakokat egyesével is lehet, sőt, van olyan rendszer, amiben egyesével kell konfigurálni, hol jelenjenek, meg milyen kinézettel. Azaz olyan pitiánernek tűnő dolog, amit te megszoktál, mondjuk a Linux minten, hogy ezzel nem kell törődni, mert automatikusan úgy jelennek meg, ahogy kell, ezeket egyesével kell beállogatni. Jó, nem minden programhoz mindet, azért csoportosítani lehet őket, de sokat bizony kézzel kell majd konfigurálni, ami kis babrálás, mert lehet, hogy a programot hetente egyszer használod, és amikor először elindítod, akkor derül ki, hogy a felugró ablak nem úgy néz ki, mert másképp használja a felugró ablakot, mint ahogy te gondolod, akkor fogod, megnyitod a rendszer beállító állományait, és utána természetesen oda be kell irogatni valamit, elveszi az idődet, azaz erre is készülj fel. Itt minden állítható, mint ahogy mondtam, ez az előnye, ez a hátránya, hiszen ha minden állítható, akkor mindent be is kell állítani. Azért jó, és azért rossz ez a rendszer, mert bármit lehet állítani, majdnem bármit. Higgyetek el nekem, mondjuk megint a kedvencemnél kötöttem ki az X-Monádnál, jelen pillanatban a kedvencemnél, ott bizony, hogyha vannak ezek a kis fülecskés megoldások, a tabed megoldások, ott minden, a fülek, elhelyezését, kinézetét, színét, akármilyet állogatni tudod. Nyilvánvalóan annak nincs nagy teteje, hogy az alapbeállítást használod, akkor miért használod ezt a rendszert, hogyha nem állogatsz be minden saját képedre, és akkor nekiállsz testre szabni. Ez bizony idő, és hát egy kis odafigyelés. Jó leírások vannak, csak nem mindig egyértelmű, egy nem programozói vénával megáldott embernek, ami nagyon fontos, ha nem vagy öntevékeny. Mindenki azt hiszi magáról, hogy öntevékeny, de itt azért egy kicsit az öntevékenység fokozására hívom fel a figyelmet.
Ha azt hiszed, hogy fórumon vagy akárhol megfogják a kezedet, és soronként végigmennek a beállító fájlon, hogy neked hogyan lenne jó, meg a tiedet beállogatják, meg egyéb, akkor felejtsd el az ablakkezelő rendszereket, használj olyat, aminek nagy felhasználói bázisa van, és esetleg olyan emberek, akik képesek és hajlandóak is neked egyesével alapszinten elmagyarázni mindent, vagy van hozzá leírás. Azaz, ha mástól várod a megoldást, az bizony nem jó, mert ezeket jellemzően szűk csoport használja. Segítőkészek. Én az az igazság, mindig kaptam választ, hogyha beleütköztem egy komolyabb problémába, de azért nem lehet azt elvárni mondjuk egy fejlesztőtől, hogy a te egyéni alap problémádat napi szinten megoldogassa, és megoldja helyetted azokat, amire van leírás, vagy az elvárt tudásszint alatt vannak, azaz úgy gondolja a fejlesztő, hogy ezt bizony mert jó lenne, hogyha már tudnád, akkor, hogyha nekiállsz egy ablakkezelőt használni. Ami nagyon fontos, ezt jellemzően haladók használják, és hozzáteszem megint segítőkészek, de elvárják tőled azt, jogosan természetesen, hogy követni tud a leírást. Azaz, én azt vettem észre egy-két helyen, Reddit fórumokon, hogy bizony vannak olyan alapkérdések, amik benne vannak, mondjuk az i3 VM-nek, aminek szuper a leírása, benne vannak. És sokan rákérdeznek, azaz kiderül róluk, hogy képtelenek elolvasni a leírást angol. Az angolnak az az egy előnye van, hogy minden nyelvre a fordító nagyon szépen működik. Konyha angollal, vagy Google fordítóval az i3 VM leírása jó hosszú, érthető példákkal teletűzdelt, és képtelenek azt végignézni, megkeresni azt a helyet, ami benne van. És azt is elvárják, nem tudom miért, gondolom feltételezik, hogy értelmes emberekkel dolgoznak, hogy te azt, amit ők leírtak, kövesd, megcsináld, és az eredményről beszámolj. Itt azért elvárt az öntevékenység, elvárt az, hogy legyen egy kis tudásszinted, mert a közösségek jellemzően segítőkészek, de azért hamar elfogy a segítőkészség, hogyha napi szinten alapdolgokkal kellene foglalkozni, ami 100-szor le van írva, ott van a user manuálba, ott van a manba, vagy ott van a helpbe. Azaz a fejlesztők, a haladó felhasználók, inkább úgy mondom, az ablakkezelők felhasználói elvárják tőled az, hogy tudd a leírást követni, értelmezni tud, amit ők leírtak, és meg is tedd, amit ők elmondanak, és úgy tedd meg, ahogy nekik megfelel, azaz értelemszerűen ott és úgy változtasd meg a konfigurációdat, ahogy ő mondja, és ne próbálj meg okoskodni. Ez nagyon fontos, mert haladok, hamar azt mondják, hogy ja, persze, olvasd el a manuált, aztán kész. Segítőkészek, de a segítőkészségnek is van egy határa. És, ami nagyon fontos, egy darab ablakkezelő leírásában találtam ezt a két mondatot, ami azt jelenti, ha véletlenül kevesebbet tudsz, mint én angolul, hogy a felhasználói bázis kicsi és elit. Elit, azaz hozzáértő emberek. És azt emeli ki ennek az ablakkezelőnek a készítője, hogy nincs hülye kezdő kérdés. És ezt emeli ki, erre gondolj mindig, hogyha nekiállsz ablakkezelőt választani, hogy ők nem nagyon szeretik a stupid kérdéseket. Tehát értéknek tartják azt, hogy ők ezt használják, és ők haladóak, és ők értenek hozzá, és igazából nem ajánlják ezzel a két mondattal, finoman megfogalmazva, kevésbé finoman is meg lehet fogalmazni, hogy nulla tudással ide gyere, és ezt használd. Mert nem fog menni. Mi pedig nem fogunk segíteni, ez a mondat mögött ott van, nem biztos, hogy fogunk segíteni olyan kérdésekkel, olyan kérdésekre adott válaszokkal, amik véleményünk szerint alaptudás. Igaz? És ezt gondold át. Azaz, összefoglalva, ha nincs időd, tudásod és indítatásod, vagy keresleted, igényed erre a dologra, mármint az ablakkezelőkre, akkor inkább nem kéne használni, és nem kéne elrontani a kedvedet,
elrontani az idődet, amit másra is tudnál használni, azzal, hogy tudatlanul, előkészület nélkül nekiugorsz. Ez a videó csak azért készült, hogy átlásd, hogy ide azért idő és tudás kell, lelkesedés kell, és kell egy olyan indítatás, egy érzés, ami azt adja neked, hogy igen, ezzel akarok foglalkozni. Ezek nem olyan rendszerek, még egy előre beállított magyarát sem, ami leülök, és utána mindent tudok. Azt is meg kell tanulni. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!